Én azt gondolom, hogy itt a problémák kapcsán egyet kell érteni mindenkivel, aki ezt felhozza, hiszen tudjuk azt, hogy itt a béreknek a helyzete nincsen országosan rendezve. Én azt gondolom, hogy ez irányú pozitív lépéseket megpróbálta tenni az önkormányzatunk, és megnézzük a jövőbeli lehetőségeket is. És nyilván van egy másik, hogy mennyit tudunk fordítani a materiális lehetőségünkre. Igazából itt az óvodák felújítása, akkor a körülmények biztosítása, a különböző innovációs alapok tartoznak ide. Minden pályázatot, amit lehet, igyekszünk megpályázni és megfogni. Ennek köszönhető, hogy több óvodában a felújítások zajlanak jelenleg is, illetve a jövőben is fognak, és a múltban is zárult le olyan sikeres pályázatok, aminek látjuk ugye hasznosulását. Én azt gondolom, hogy egyrészt az óvónő hiány az, ami, Jelentősen ö, problémát okozhat országos szinten és itt helyben is. Bár azért próbáljuk ezt is árnyalni, hogy pedagógus asszisztenseket, ö, dojkákat ö, vonunk be a munkába, illetve ö, vannak ö, olyan átszervezési, illetve belső szervezési módszertani megoldások, amivel ezt a ö, problémát lehet kezelni. Kimondhatjuk, hogy nagy a helyzet az még stabil de hát nekünk a jövőre is gondolni kell, és hát figyelembe kell venni, így van, ahogy elhangzott egyébként a közülésen is, a demográfiai adatokat. Na most ezzel kapcsolatosan a kormánynak az úgynevezett státusz törvénye gyakorlatilag hatályba fog bizonyos része lépni január 1-től, illetve a végrehajtási rendelet az már Múlt héten, emlékeim szerint akkor megjelent. Ez ugye az 52-es törvénynek gyakorlatilag a végrehajtási rendeletéről beszélünk. hogy itt a magyar közönyben érdemes minden ö, érintett dolgozónak átolvasnia, hiszen ebben azért számos olyan változás van, amely élhet adott esetben az adott fenntartó, olyan pillanatban ugye a, a társulás, illetve az önkormányzat, illetve vannak benne olyan változások, ami pedig kötelező jelleggel érinti a munkavállalót. Na most itt több jogcím megjelenik, ami pozitív lehet, a pozitív méleget jelenthet az óvónőknek a javára. Ezzel lehet egy kicsit pozitívabb irányba terelni ezt a kérdést, és vonzóbbá tenni ezt a pályát. De azt azért hozzá kell tenni, hogy ez adható kategória. Ide tartozik mondjuk a krízis helyzeteknek a kezelése, az emberszenvedőknek a támogatása, akkor ide a családtámogatás, ott is ugye nyilván a friss házasoknak, a családalapítóknak a támogatása. Ide tartozik ö, lakás célú ö, támogatások, ami érintheti ugye akár a hitelkonstrukciókat is. Ö, azért azt megjegyzem, hogy ö, már korábban is voltak olyan tételek ezek közül, amilyet próbált biztosítani azért az önkormányzat, néha erőn felül is. Tehát a szolgált lakásoknak a biztosítása, vagy a lakatási támogatás azért nálunk is elérhető volt a korábbi években is. Illetve megpróbáltuk mindig a különböző dolgozói besorolásoknak megfelelően a infláció követő kompenzációt megpróbálni kivitelezni fenntartói szinten. Nyilvánvaló, hogy ez mindig költségvetés függő. Az egy nagyon fontos tételmondat, én azt gondolom, amelyet ugyan nem mondtunk, ide gondolunk, hogy a kötelező feladat ellátást azt mindig előrébb kell venni, és a nem kötelező feladat ellátás terhére ő biztosítani. Na most ez azt jelenti, hogy lehet, hogy a jövőre nézve át kell gondolnunk bizonyos prioritásokat, és az erőforrásokat úgy csoportosítani, hogy ezt a pályát még mindig vonzóbbá szeretnénk tenni, hiszen még mindig van mit rajta bőven javítani. Közgyűlésen elhangzott az is, hogy a szakképzés próbál ezen segíteni. Pontosan ezt hogy kell érteni? Igen, ugye a szakképzésben a Cserháti Iskolában megjelent a pedagógia ö, szakirányú képzés. Ö, én azt gondolom, hogy ha sikerül ehhez mondjuk egy felsőoktatási partnert ö, találni, hogy most legközelebb nekünk, ö, régebben Zolajgerszeg, most még Kaposvár, ami kézenfekvő, de én bízok benne, hogy majd hosszú távon itt helyben is sikerül talán ezt megoldani. Illetve együttműködő partnerként a gyakorlati helyek ott vannak az óvodák, illetve a bölcsödék. Itt olyan szakembereket lehet kinevelni az ifjúságból, akik majd ezt a hiányt később reményeink szerint be tudják tölteni. Szabó Szilárd az aggájait fejezte ki azzal a kapcsolatban, hogy a pedagógus asszisztensek helyettesítsék úgymond az óvodapedagógusokat. Itt ezt mire gondoltad pontosan, miért nem megfelelő a helyettesítés? Szerintem arra gondolt, hogy nehogy egy, egy, olyan súlybeli eltolás alakuljon ki a különböző munkakörök között, hogy a pedagógus asszisztensek lássák 100 azokat a szek, szakfeladatokat, amelyet az óvónök látnak el. Értelemszerűen itt azért meg kell hogy egyébként nagyon-nagyon jó és kiváló szakmai munka folyik az óvodákban, hiszen rengeteg haza és nemzetközi díjat nyernek el. Tehát érdekünk, eleme érdekünk, hogy megbecsüljük a óvónőinket és az összes dolgozót, akik az óvodában vannak, és elismerve az ő szakmai munkájukat, és nyilván rálátva az ő Munkájukra, azt ö, meg lehet nyugtatni Szabó Szilárdot, hogy nem fogják elvenni az óvónőknek a munkáját a pedagógus asszisztensek. Ők elsősorban azért vannak, hogy segítsék a munkájukat. Most a jellegi ö, munkaerőszabályozással, illetve ö, vezetési ö, irányítási tervel ezt ö, meg lehet oldani, hogy ugyan van egyfajta óvónői hiány, de mégis a működés az úgymond százszerzalékosan biztosítva van. Én azt gondolom, hogy ezen a irányon nem szabad változtatni, tehát mindenki a maga munkaköri medrébe maradjon meg, tehát nem szabad, hogy előforduljon az, hogy olyan hiány keletkezzen, hogy végzettségnek nem megfelelő emberek töltsék esetleg fel ezeket a munkaköröket.